A katasztrófa védelem ügyeletére érkezett a jelzés, amely szerint Jászapátiban, a Budai utcában életét vesztette valaki. Megrázó tudósítás következik. 6 jászberényi tűzoltó egy járművel sietett a helyszínre, tűzoltói beavatkozásra azonban nem volt már szükség. Egy családi ház hálószobájában lévő cserépkályhából áramlott vissza a füst a lakásba, és ez vezetett a tragédiához. A munkatársai értesítettek reggel, úgy 9 óra körül, hogy a Daniel nem ment dolgozni. És azok kijöttek hozzám a tanyára, aztán mondták, hogy nem jött a Daniel dolgozni, mi lehet vele, még a tegnap este benn volt a Pennybe bevásárolni. Aztán mondtam neki, hogy adtam neki kapukulcsot, hogy akkor jöjjenek be a munkatársai a kapun, mert azt mondták, hogy nem ugranak be, de már bejöttek. Azt, amikor bejöttek, ők vel előbb érkeztek, egy fél órával, mint én. Amikor bejöttek, akkor közölték velem telefonon, hogy füstszag van. Az ajtónál mondom, törjétek be az ajtónak az ablakát, azt akkor menjetek be, nézzétek meg, hogy mi van. Utána engem visszahívtak telefonon, hogy sajnos már a fiam meghalt. A katasztrófa védelem mindkét eset körülményeit vizsgálja. Jászapátiban egy budai utcai családi házban egy holttestet találtak. A jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, azonban a beavatkozásukra már nem volt szükség. Mint a felderítés során kiderült, az épületben egy fatüzelésű cserépkályha üzemelt, ennek égés terméke áramlott vissza az ingatlanba, és ez okozta a füstmérgezést. A hétfői két tragédia is rámutat arra, mennyire fontos otthonra egy füstérzékelőt beszerezni, illetve rendszeresen gondoskodni a kéményseprésről. Az ilyen és ehhez hasonló tragikus balesetek elkerülése érdekében szeretnénk felhívni a figyelmet a rendszeres évenkénti kéményellenőrzésre. Ezt a katasztrófa védelemnél a 1818-as telefonszámon tudják megtenni az érintettek. Fontos még megemlíteni a füstérzékelő használatát. Ez a készülék mindössze néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe hosszú időn át garantálja otthonunk biztonságát, hiszen a tűz legelső jelére hangos sípoló jelzést ad, lehetőséget adva a bentartózkodóknak arra, hogy időben sérülés nélkül ki tudjanak menekülni a házból. A magánszemélyek számára ingyenes a kéményseprés, a családi házakba viszont nem megy magától a kéményseprő. A www.kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon vagy a 1818-as telefonszámon lehet időpontot egyeztetni.